A kapcsolat és elidegenedés témakörben alapvetően azokat a jelenségeket fogjuk majd keresni vagy kutatni, hogy az infokommunikációs eszközök hogyan hatnak az emberek életére. Azt lehet látni, hogy túl azon, hogy eszközöket használunk, közösségek alakulnak ki virtuális online térben. Egy kialakult értékrendelkező felnőtt személyiségben már olyan nagy döbbenetes változásokat nem tud hozni. Viszont egy olyan generáció, aki eleve természetesen veszi ezeket az eszközöket, még nem nagyon tudunk választ adni, hogy mennyire alakít ki át a gondolkodását eleve. Én azt látom, hogy teljesen kiforratlan az, amiről beszélünk. Mi most mobil alkalmazás fejlesztéssel foglalkozunk, iPhone-os, Androidos fejlesztésekkel. Néhány évvel ezelőtt Nokia-ra fejlesztettünk, nézegettük az operátor logókat, meg a csengőhangokat. Ugye ha akkor valaki azt mondta volna, hogy mindenki ezeken az eszközökön fog internetezni és a közösséggel kapcsolatot tartani, hát biztos, hogy nem hittük volna el, és most itt van. A mi internetbanki megoldásunkon belül vannak olyan elemek, ahol próbáljuk játékossá tenni magát az online bankolást. Tehát miért nem az van, hogy megjelennek a Facebookos barátaim az online bankomba, és csak rákattintok, hogy én neki akarok utalni. Hát a 99%-ában olyan embereknek akarok utalni, akiket alapvetően ismerek. Tehát ez egy lényegesen leegyszerűsítheti a folyamatokat. Mi a közösségi média? Definiálva vannak mikroblogok, fájlmegosztó lehetőségek, közösségi játékoldalak, élő közvetítések, élő csetek. Amikor a mi hatóságunk 2010. augusztusában megalakult, akkor az egyik legfontosabb feladatának tekintette nem ezen területnek a szabályozását, hanem ezen területnek a megértését. Ha a digitális térben a bizalomról beszélünk, akkor jól definiálható négy láb van. Az egyik a kiskorúak védelme kérdésköre, a magánélet védelme, ami több, mint az adatok védelme, a szerzői jogok védelme, és a hálózatok, az informatikai információs rendszerek biztonsága, integritása. Szerintem az elidegenedés jelenségéről lehetett beszélni egy évtizeddel ezelőtt, amikor alapvetően offline számítógépes játékokkal töltötték a fiatalok az idejüket, de ma, amikor egymással tartanak kapcsolatot, csetelnek, megosztanak tartalmakat, amikor egymásra kíváncsiak, megosztják az életüket, életüknek bizonyos részeit egymással, akkor ez szerintem képtelenség egyáltalán a fogalomról, az elidegenedésről beszélni. Arról lehet talán inkább vitatkozni, hogy vajon ezek a kapcsolatok mennyivel felszínesebbek, vagy mennyivel elmélyültebbek. Ez a generáció, aki már tényleg belenő ebbe ennek a médiumnak a használatába, hát hogy a fenében idegenedne el? Ugye egy géppel tart kapcsolatot. Most rendben van, hogy a másik oldalon szintén azt hiszi, hogy egy másik emberrel beszél, sokszor egyébként nem, hanem mondjuk egy csetelő robottal beszél, de nem tudja, hogy kivel. Hát vadidegen emberekkel beszél, és itt jön be a másik fele. Az nem elidegenedés, amikor teljesen idegeneket engedek be a saját personális területemre, egy olyan területre, ahova amúgy soha nem engedném be ezeket. Azt sem tudom, hogy kicsodák. Nem azt mondtam, hogy tiltani kell, de csínyán kellene ezzel bánni. Ez egy eszköz, és ha egy érett személyiségről van szó, akkor az eszköz jól tudja használni, és nem leépíti a kapcsolatot, hanem erősíti az online-on keresztül. Hogy lehet-e a Facebookot biztonságosabbá és kiismerhetőbbé tenni. Akkor, amikor egy vaterán képesek vagyunk megbízni egymásban, elküldeni pénzt esetleg előre egy termékért, amit soha az életben nem láttunk, és ott kialakult egyfajta bizalom vásárlók és eladók között, egy teljesen online térben, lehet ezt megcsinálni a Facebooknál, lehet ebbe az irányba elmozdulni. Ha a Facebook tényleg tud egy megbízható és biztonságos platformá válni, ami ma nem, de egyébként lehetne az, akkor végre megszabadulhatnánk a 122 felhasználó nevünktől, a még ennél is sokkal több passwordünktől, meg a SMS-re kapott egyszeri jelszavaktól, meg a tokenektől, meg minden egyébtől, ami rendkívül bonyolítja a digitális életünket. Én azt látom, hogy az elidegenítés definíciójánál a két végletet kell megnézni. Kik a lemaradók, és kik azok, akik túladagolással használják ezt az eszközt, vagy ezt az eszközrendszert. De ennek is meg kell találni az ember életében a helyét. Az ember társaság, kellenek a personális kapcsolatok is. Egyébként minek ülünk most itt? Miért nem Facebookon beszéljük meg ezeket a dolgokat, nem? Rendben van, hogy kiegészítőként lehet használni ezt is, azt is. De ugye itt is tessék megtalálni azt, hogy ne minden hülyeséget tegyen ki az ember magáról a Facebookon. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy az internet nem felejt.
viszont nagyon nagy érdekesség az, amikor minden adatot törlődik valahonnan, és nincs meg sehol. De azt nézzük, hogy az életem különböző területein, akár információszerzésben, tanulásban, kommunikációban, akár ügyintézésben komolyabb szinten milyen előnyökkel járhat, akkor az egy érdekminőségű jóító hatás. Tavaly volt egy 13 ezeres mintás kérdőívem. Feltettem azt, hogy milyen kommunikációs csatornákat használsz, és hogy tess sorrendbe azokat. Az e-mail majdnem a 20 éves generáció használatán azt lehet mondani, hogy ez egy elavult dolog. Ők csak szinte instant messengert használnak, és egyre erősebb például az in-game kommunikáció. A társadalom leképeződése a virtuális térben nem képezi le ugyanúgy a társadalmat, mint ahogy az a valós világban van. Sokkal inkább a szélsőségek előtérbe kerülnek. A virtuális világban az anonimitás mögé lehet rejtőzni, és meg se lehet fogni az embert. Vannak olyan csoportok, akik vannak tizen, és akkora hangjuk van, mintha ők lennének a társadalomnak a fele. Tehát ez messze nem így van. A gazdasági szereplők szempontjából nézve ez egy rendkívül hasznos dolog. Tehát az, hogy az internet ad egy lehetőséget arra, hogy azok a specialista kicsi cégek, akik alapvetően méretüknél fogva nem juthatnának el egy konzervatív iparág, ahol csak a személyes szereplés számít, arra a szintjére, ahol mondjuk egy IBM-mel, vagy egy HP-val, vagy egy Oracle-el versenyezhetnének, ez szerintem abszolút lehetőséget ad nekik. Sokkal gyorsabb változást generál a gazdasági szereplők között, pusztán tudás alapon. Melyek a trendek a alkalmazásfejlesztésben, amik a közösség építésére vannak összefüggésben? Mi azt látjuk, hogy a hagyományos internet úgy, ahogy megismertük, tulajdonképpen elkezd lejárni. Az a világ jött el, amikor konkrétan a multimédiát veszed elő, magát a tartalmat veszed elő, a tartalommal dolgozol. Szerintem a trend az, hogy integrálsz. Integrálsz nagyon sokfajta szolgáltatást, aminek része a közösség is. Hát, hogy alapvetően mi is onnan próbáljuk megközelíteni az új fajta bankolást, mindegy egyébként, hogy bankolásról van-e szó, vagy más iparágról, ez teljesen mindenütt ugyanúgy képződik le, hogy mik az ügyfél elvárások, és hogyan alakulnak ki ezek az eszközökkel kapcsolatos elvárások, az alkalmazásokkal kapcsolatos elvárások, és ezek hogyan változnak. És a gazdasági életnek erre kell reagálnia, és erre kell gyorsan reagálnia, és azok lesznek a győztesek, akik ezeket meg tudják csinálni. A Facebookon van a profilunk, ami egy lenyomat, illetve az, hogy mit teszünk ki. Kell-e esetleg oktatni, vagy kell-e valakinek feladata az, hogy esetleg ezt ennek a veszélyeire vagy fontosságára felhívja a figyelmet? Persze, hogy kell oktatni. De mit kell oktatni? Azt kell oktatni, hogy az ember okosan próbálkozzon. Tehát nem minden hülyeséget oktatni, figyelmet felhívni, és arra figyelemmel lenni, hogy az egész életünkre kihatással lehet egy rossz mondatunk, vagy egy olyan kép, amit nem akartunk föltenni. Egyetlen probléma van, itt vakvezet világtalan. Itt a tanár egy leckével van előrébb csak, mint a diák. Ráadásul ugye a diákot mondjuk Z-generációs tagnak, a tanár pedig Y vagy X-nek, tehát még buta is hozzá, ugye? Itt állampolgári felhasználói tudatossági programokat kell abból a színből elindítani, és ez mindig nehéz ezt mondani, mert az azt jelenti, hogy valakinek szerepe van ebbe, és össze kell rakni, ahol együtt tanul a felnőtt a gyerekkel. Erre egyébként a Safer Internet programban vannak is komoly kezdeményezések, ez Európai Unió szintű kezdeményezés, ahol olyan oktatófüzetet hoztak létre, ahol a család együtt tanulja a biztonságos internetezést. A személyes interakció az borzasztóan fontos, tehát hiába van nekünk olyan eszközünk, ami alkalmas lenne arra, hogy azt az információt átadja gyermekünknek, családtagunknak, mégiscsak kell, és mégis borzasztóan fontos a szó, az odafigyelés, a törődés.